Üdv mindenkinek! Úgy látom, egész tetszett nektek ez a játék, mint nekem is. És ha azt kérdezitek, hogy mi történt a herkentjükkel, hát Frebs történt a herkentjükkel. A Frebs úgy döntött, hogy megadja magát, és nem... Hát, the file has been corrupted, basically. Tehát, amit felvettem, az használhatatlan és megnézhetetlen volt. Ami történt, az volt, hogy ezt a két, meglepően hamar elpusztítottak, tehát pár percen belül, azt a két kollégát, akit átküldtem arra az autószkásra, őket azonnal elvesztette, mert ez egy robotgép, és nincsen rajta a levegő, úgyhogy ők megfulladtak. Aztán talán szerintem még két harccal később valami nagyon erős agyondőt. Na de most, vannak fejlemények, ugye itt az alapűrhajó, itt az NG űrhajó, amit akkor kapsznak helyet az ötödik szektorig, na de annak van másik fajtája, hogyha két, a háromból, elég nehéz achievementek egyébként, de a háromból kettőt sikerül valamelyik űrhajóhoz megszerezned, akkor egy másik layoutot kapsz, ami teljesen más. Tehát itt például teljesen más fegyverek, teljesen más drónok, és egyetlen egy ember rajta, ami vicces és nehéz, és majd valamikor kipróbáljuk, és persze most kell rámenni Skype-on. Na, szóval Skype-ot nagyon szeretjük, szóval ez egy teljesen más űrhajó, mint ez, mondjuk ha ugyanúgy is nézt kb. De esetre most nem ezzel fogunk foglalkozni, illetve van még ez az űrhajó, ami érdekes, csak gyűlölöm ezt a fegyvert, és nagyon meg akarok tőle szabadulni, mert nincs semmi pajzsadalási. De vissza kell, én maradok az alapűrhajónál most, és már ki is találtam, hogy kiket fogunk a fedélzetre vinni. Ez az kérem a... Próbálom az apostrofot meg, tudom, hogy shift egy kéne, hogy legyen, mert múltkor azt nem úgy sikerül. Na, ez az a celebiárod. Vesz nekünk. De olyan embereket akartam, akikért nem kár, ha meghalnak. Vesz nekünk. Tiszteltünci. Ez így nem fér ki. Akkor csak... Ez így, oké, jó. Vesz nekünk Onetka. Azt tudom, hogy ki fog félni. És hogy ne legyünk teljesen, hogy ne legyünk pénisz nélkül, kell nekünk egy Pákó. Aki most, hát, fehér Pákó. Biztos ilyen is van valahol. Na, szóval a celebjáros feladata megmenteni az emberiséget a lázadóktól. Pákó, vidd a fehérséged a motorokhoz. Nem, kiszeretünk, de vezesse az űrhajót, szerintem annál semmi sem lehet biztonságosan. És majd Onetka lő. Nagyon biztató, tehát az emberiségnek szerintem már most lőttek. Érted? Lőttek, mert Onetkánál vannak a fegyverek. Hát nézzük! Na igen, szóval itt az a feladatunk, hogy őket esetleg a kalózkodás életmódjától eltérítsük azáltal, hogy elég sokszor lődözzük őket, amíg már meg nem adják magukat. Pont celebeknek való feladat, ártatlan, bűnöző civileket baszogatni. Áó. Oké, Pákó, menjen. Kell levegője, még neked is szükséged van, úgyhogy légy jó kedves, javíts meg. Gyorsabban. Gyorsabban! Szerencsétlen hülye, de mérünk rá! De nem szeretik Pákót. Oké. Ígérete vezet. Ó! Pegasus rakéta. Az egész jó. Két rakéta, kétszer két sebzés, és átmegy a pajzsra. Most még nem fogom használni, mert nincs elég rakétám sem, és csak ezt használva, ugye most fejlesztenem kéne a fegyvereket, hogy működjön. Onetka takar, hogy visszaérde, Pákóta meg menj orvoshoz. Mire medvéjen van az energiás, mert nem a motoron. Picit nagyobb sanszunk legyen, hogy mellévüljenek. Na igen, szóval ezt nem fogjuk használni egyelőre, ráadásul évezredekig tart, amíg recharge-ol, tehát használható ezt. Na menjünk tovább. Az első pár szektort érdemes azért elég bőven végigvenni. Oké, persze, egyértek utánunk, elviszünk titeket oda, ahová szeretnétek menni. Celebek vagyunk, ilyen jó szolgálatiak, de aztán fizessetek meg minket jól. Aszteroida mező. Láb. És drónjuk van. Nagyszerű. Na, én ettől a dróntól, mint látod, hogy hányni fogok, mert ilyen rohadt
ezt csinálja. Tűncikém csináld dolgod. Na, drónjuk már nincs. És azt hiszem, hogy rakétát küldök a fegyvereikre. Szeretnék spórolni velük, de muszáj, hogy itt egy kicsi béke és nyugalom legyen. Ez nem tetszett. Na de most a fegyvereik... Miért nem lökte? Na nem baj, nincsenek se fegyvereik, se izéik. Rakéták nem kellenek. De ha nem lőnek ránk, akkor nem kell sehová félni attól ránk. Ó, itt valahol tűz van. Csak nem látjuk, mert nincsenek szenzorai. Hallom a tüzet. Na megvehetjük a szenzorokat, látni is fogjuk, hogy mi állángok van. Épp meg az aszteroide megölte. Nagyszerű. Oké. Egyszerű megoldás. Nem kell ide levegő. Probléma megoldva. Remélve. Na, álljál le. Pedig menjetek orvoshoz. Tudom, ellenállapototokat is meg kell kérdőjelezni, de most nem azért vagyunk itt. Érdeket eloltottuk. És rendkívül bizony Anettka egy egyszerű háztartási tüzet el tud oldani. Ügyes, gyűlő meg. Tűnci menj a helyedre, Paki menj a helyedre, és te is. Nem vagyok hajlandó Dohancsinak hívni ezt a nőszemét. Mehetünk? Mehetünk, egyszerű. Szóval egyelőre élünk, bár nem virulunk, és támadjuk meg őket! Oké, a cél az, hogy ne lőjenek ránk, utána már mindegy, hogy mennyi időbe telik megölni őket, ugye egy rakétát megér nekem, hogy szétlőjük a fegyverünket. Nagyszerű. Na, innentől kezdve, akkor már csak időkérdése. És már nem fogom elhasználni a rakétáinkat. Remélhetőleg nem lesz rá szükség. Egyébként Pákó gratulva, hogy sikeresen mellélődtek, hogy sikerült kikerülni a levelőjüket. Még látjuk, Pákó minimálisan már ért a motorokhoz, és Tűncike minimálisan ért az irajóvezetéshez, ami szerintem nagyjából meg is állja helyét a valóság tekintetében. Pusztuljak. Hát akkor még egy kicsit várunk, tehát... Anyád picsája. Már bocsánat. Nem is mondta, hogy el akarnak menekülni, vagy mondta, csak nem látta? Hát ez megért volna egy rakétát. Ez is el akar menekülni, de ezt is láttam. Rakéta a motorra. Lézerrel meg a fegyvereket próbáljuk meg. Ugye Nebulában a szenzorok nem működnek, tehát ha valami lángokat nem fogjuk látni. Például óvatosság volt, most eresztük ki az oxigént. Vagyjuk ki a vízből az oxigént. És se fegyverük, se motoruk, innentől kezdve azt hiszem eléggé ráérünk. Motor nélkül és nehéz elmenekülni. Oké, a volt is tűz már biztos lehet. Köszönjük! Ugye a végén kiderül, hogy Anettka nem is teljesen haszontalan. Itt nincs semmi. És akkor menjünk ide, ahol már várnak ránk. Hadi dolgok lesznek? Hadi dolgok lesznek. Igen. Csapdájába csaltak. Na jó. Mire fókuszáljunk? Eljött fel a kérdés. És erre a válasz az, hogy az a drón zavar, ha jól látom, az ilyen beam drón, és ha az, akkor nem probléma, tehát az önmagában nem megy át a pajzson, tehát egyszerűen próbáljuk meg a fegyvereket kilőni. És igen, jól látom. Tehát az önmagában nem megy át a pajzson, amíg a pajzsot nem lövi szét maga az űrhajó. Aminek elkérdése véget. Csak beam fegyvereik vannak? Az szép! Az soha bizonyos életben nem megy át. Már mondjuk az sincs, mert szétlőttem, de jól látom, csak izéfegyverük van. Ja, hogy hívjam ezt? Én akarom lézerfegyvernek hívni, az a burst laser is az. Megjavították a fegyvereket, gyerekek. De igen, csak...
Hát ez egy nagyon szerencsétlen kombináció nekik. Csak ilyen bíjon. Ami nem megy át a pajzsra. Van olyan, ami átmegy, de ez nem olyan. Ez csak részben megy át egyébként. Ezért ugorító a Zoltán Cruiser alapállásban, mert az ő beam weaponjuk átmegy a pajzson eleinte, aztán amikor valaki erősebb pajzsokkal rendelkezik, mert szívott ki van. Mert majd látni fogjuk azt is akcióban, Anetka célhoz pontosabban nem szeretném itt tölteni egész hátralevő életemet. Dördördő. Pazeg. Ezért fizetlek? Tudod, mennyibe került nekem, hogy hírességeket vegyek meg ebbe? Tudod, mekkora jogdíjat és izét kértek? Na, goodbye. Na és akkor esetleg az üldöző vázadó flottát próbáljuk majd távol tartani magunktól, azzal, hogy az ellenkező irányba megyünk. Igen, támadjunk! Hey, Józsi! Te mi a fasz keresel itt? Oké, ki szeretné ezt a csúnya bácsit megölni? Most kell mondanom, hogy van egy feladata, mert a többiek biztosítják, amennyire tőlük telik, hogy a lehető legkevésbé lőjenek rány. Igen, gyere, orvosi szobában. Ja, már nem felrelőjünk van. Hát egy dolog, hogy azért most nincs oxigénünk, de kinek kell oxigénünk, ja, amúgy is. Igen, rakétát nem szeretnék elpazarolni. Gyerünk, öld meg, és akkor üsszemelsz a helyedre, és gyorsabban lőjön a fegyverek. Dőr, oké. Most, és visszateleportálják, mert meghaltak van. Okos. És akkor vissza a levegőt. Dur. Még két kör. Anetka egész kezd érteni a fegyverekhez. Nem tudjátok kézzel, milyen veszélyes lenne ez a valóságban lenne? Ostoba celepficsa ért a fegyverekhez. Tehetnék egy kis média figyelmet, legyek lelövök van aki. Meghalt a legénység, nagyszerű. De akkor még extra cuccot is kapunk, ha nem robbantom fazűrhajót. Na én is tudok ilyen teleportizét venni és átmenni, de most csak szerencsénk volt. Még egy kis nézelődés, már a szérünk látom. Vehetek egy emberkét. Megtámadhatom őket és remélhetem, hogy adnak egyet ingyen. Megtámadom őket és remélem, hogy adnak egyet ingyen. Ez nem garantált, tehát lehet, hogy csak megpróbálnak elmenekülni, vagy halálukig harcolnak, de a múltkor láttuk, hogy van rá szansz. Nem, a fegyvereket. Köszi. És ez egy rakétát megér. Azt mondom. Rakéta nem érte meg, mert mellé ment. De innentől kezdve már nincsen szükség. Remélem, hogy kegyelemért fognak könyörögni, és adnak egy ingyen embert. Közben elkezdhetünk gondolkodni, nem, van ezt kap az meg. Hogy célozhatsz ilyen rosszul? Szerencsére ők se céloznak ki. Hagyjátok már meg magatokat. Na, azt akarom, hogy adjatok egy embert ingyen. Közben elkezdhetünk gondolkodni rajta, hogy ez ki legyen. Hogy hívják ezt az embert, akit állandóan elrabolnak? Ja, Pataki Attila. Akit állandóan elrabolnak az UFO. Léci, adjátok meg magatokat! Léci! Igen! Gyere, Ati! Gondoltam, milyen vicces lesz, hogy kapok egy földön kívül, és akkor Pataki Attila a földön kívül lesz. De Junpeng, alias Pataki Attila, újabb ember lény. Ő lesz a pajzs felelős. Még egy belefér? Belefér. Inkább az első szektorban nézelődnék sokat, mint máshol. Nem üzletelünk. És a boltba bármilyen jó is lenne elmenni. Nem szeretnék visszafele jövet a lázadókba ütközni itt. Nem akarom az adataikat, mert megyek el innen. Inkább csak viszek minimális az ilyen squapet. Nagyszerű. Bármit csak ne bulátna. Na, distress call. Nézzük meg. Hős celebjárat. Mentsük meg a problémában lévő embereket. Lőjük szét, csak kalózok. Nagyszerű.
ingyen cucc. Van olyan, hogy valaki hirtelen jön és megpróbál nekik segíteni, vagy magának akarja a cuccot és megtámad téged. Ez most nem ilyen volt. Igen, támadjon. Ó, de rabasz! Ó, de rohanja! Az a baj, ezek legalább egy rakétával találni fognak, ha csak nem lőnek mellé. Fákó, Tünci, most fontos, hogy jól csináljátok a dolgotokat. Mi a fasz? Hát ez legyalulta a pajzsunkat. Ilyen subsystem roncsoló bomba. Teleportáló bomba. Erre viszont nem kell az Artemis, mert... Hú, ügyes vagy, Pákó. De persze Tinci is jól csinálta a dolgát, bizonyára azért csak közös munka volt, ne veszetek össze rajta. Jaj már. Ne csináljátok. Gyertek vissza. Úgyis csak idő kérdése, nektek annyi. Hát neked fura robot. És akkor még egy utolsó kört. A rakétával gyorsabban, mert tudom, de azzal szeretnék spórolni. Ha nem baj. Kis türelmet. Na. Már azt hittem, mind a három belé megy. De nem, ingyen cucc. És még azoktól is kaptam cuccot, akiknél ők ott bajba voltak. Egész tisztességes scrap mennyiséget sikerült összeszednünk, és most elköthetném űrhajó fejlesztésre, de azt gondolom, hogy inkább várjuk meg a legközelebbi boltot, és nézzük, hogy mi jót ajánlanak. Aztán, ha nincs ott semmi, akkor majd bevásárolom. Persze, felviszünk oda, ha menni szeretnétek. Ami elég messze van, nem baj, nem számít különösen. Segítsünk. Jaj, de jó fejek vagyunk. Tű. Na. Nagyszerű. Ennél jobban nem is alakulhatott volna. Innentől kezdve azt hiszem biztonságban vagyunk. Gratulálok, Anetka. Itt nem fogják kiszavazni. Még lehetné, hogy csak valakit kiszavazunk, és akkor azt ide rakom az irányos szélre, és kijereztem a levegőt. Szerintem ez egy tök jó ötlet. Szerintetek is? Nem, ne csinálj a fasának! Ez nem volt egy jó ötlet az a hang. Elnézést kérek mindenkitől, akit megerőszakoltam verbálisra. Csak valamivel el kell ütnöm az időt, amíg ezeket szépen lassan elpusztítjuk. Köszi, hogy nem lőttél mellé, hogy nem kell tovább itt ülnünk. És a civilek is adnak cuccot, és kicsit megjavították az űrhajó. 213, egyre szebb. Na mondom, a cél az lenne, hogy találjunk egy bautat. Itt nincs semmi. Gyerünk ide. Nagyon keveset ajánlanak. Harc! És megér nekem egy rakétát, most majd kicsit több van. Ezt akartam volna elkerülni, nem baj, nincsenek fegyverék, ez így már probléma megoldva. Haver, ha most nem lőnek ránk, akkor nincs el szükség. Pákó, megint javíts levegőforrást, de egész jó vagy. Javítsad már meg, hülye! Kösz. Nem fog megfulladni. Kicsit többet ajánlanak, de még ez is fos. Az? Tényleg fos? Öt rakéta? Igen, fos. A rakéta része nem fos, de 12 scrap az nem sok. Abban bízom, hogy kapunk még többet. Sokat! Nagyszerű. Ne. Azt kell mondjam, eddig a celebek elég jól végzik a dolgukat. És azt hiszem az emberiségnek is tettek egy szívességet hozzá, hogy nem a tévében szerepelnek most már, hanem egy 21, na. És még a izéből is kaptam. 255, egyre szebb. Nyugtass meg, hogy innen el tudok ugrani oda, mert ha nem, akkor óriás baj van. Vissza kell mennünk keresztül az egész lázadó flottán 5-6 helyen. Harcoljunk bele! Gyerünk! Ó, mit csináltok? Nyomingerek. Na jó, először is mindenkit kérnék, hogy lőjük ki a fegyvereiket, mert
Muszáj. Pajzsos bácsit egyre segíts a netkának. És ha kilőttük a fegyvereiket, akkor már Pákóra sem lesz szükség, hogy minél többet... Fú, ügyes vagy, Pákó. Ha a rakéta talált volna, akkor kicsit nagyobb szarba lettünk volna. Hát akkor valakinek valamit valahol nagy valószínűséggel javítgatni kellene. Lehet, hogy Tűci kapta volna a feladatot. Nehogy. Ja, elmenekültek. Jó. Akkor ti mentek az orvoshoz. Te most maradj itt a fegyvereknél. Tudom, hogy te ott van. Nem vagy jó, de akkor is maradj a fegyvereknél. Szar ajánlat. Ja, nem állt az orvosi szobában némi energia. Gyógyuljatok már meg, mindenki menjen vissza dolgozni, Pataki Attila, ne átsorogj ott. Nem, hát ez Pataki Attilát most vitték el a földön kívüliek, és harcászatra kényszerítik. Most jövök rá. Na, 208-a, lassan már tényleg, és ott egy bolt, és oda is tudok ugrani. Nagyszerű. Léci, legyen nálatok valami nagyon jó. Lószar van nálatok. Bahar. Cloaking. Érdekel az minket? Hát, meg lehet győzni róla. Higgyátok mit? Legyen. Pegaluszt úgysem használom, de maradjon nálam. Marad fél egyelőre itt ilyen. És hogy több energiára van szükség. Amikor még kettő kell, tehát egyetlen nincs értelme. Ez lehet hosszabb. Nem akarok mindent elkölteni egyből. Így bele fog férni önnen. Ezt még vegyük meg. És akkor ide egy energia, de nem kell, és ide mind a kettő. Nagyszerű. Nézzétek ott egy szem nőtt a... az űrhajóra. Nem felelőkeztem a questről, ne aggódjatok. Próbáljuk meg ezt, nem sikerült. Ezek a kék opciók csak akkor jelennek meg, ha van egy bizonyos eszközöd, amíg egy mondjuk a cloak volt ilyen láthatatlan, mert előbb az álca. Van máshol ilyen bizonyos fajú ember a... Oké. Okay. Várj, változatlan meg. És akkor most lőjük őket szét. Megsporoltunk magunknak egy lövés. Szóval... Van egy bizonyos fajta földön kívül kell, hogy legyen az űrhajóban, és akkor tudsz elérni valamit. Bizonyos fajta fegyveret kell, hogy legyen. És akkor azokkal általában jobban jársz. Ezek a kik opciók. Jó. Most ez mondjuk nem jött össze, de nem baj. Lehetőség ott volt, hogy harc nélkül megszerezzük azt, amit most úgyis meg fogunk szerezni. Köszönöm. Jéééé, de jó, eladható cucc. Blár. Nem akarok energiapajzsos Józsit harcolni. Jó, tudjátok mit, elengedjük. Hát majdnem mindig harcolok ezekkel, de most nem teszem. Quest. Remélem nem írtak el az exitig, mielőtt mikor én végzek. Ingyen tudsz, nagyszerű. Fú, és ez szerintem még pont kívül van. Márzisták vagyunk. Aha. Nem akarok robot darabokat, kösz. Hát, hova szeretnénk menni? Kalózok közé. És igazából mindegy is, mert úgyis a civilekhez megyünk tovább. Vagy legalábbis a zöld bagyóhoz. Mit fejleszünk? Az Artemis-t én értékelném. Egyelőre nem tudjuk használni, de energiánk már van hozzá, majd egy szép napon használjuk. Kérdés, rakéták lesz elég.
Hát ezzel lehet csöpöl parcolni. Kicsit erős az energia pajzs, meg két pajzs azon kívül. Ó, kellett volna bennem energiát, nem baj, majd a következő alkalommal. Keressünk. Ó, ó, ó. Damage stasis bar. Ezt nem tudom, hogy kell majd használni, de azt tudom, hogy ez egy ilyen extra űrhajót elérhetővé tesz. És tudnám, kihez kell majd menni vele. Hát majd kutakodunk. Boat. Vehetünk embert, vehetünk drone kontrollt, ami nem érdekel minket, ezt fogjuk, eladjuk. Lehetünk két embert, vagy egyet. Az oltán ember jó, mert ő ad plusz egy energiát azon a helyen, ahol üldögél. És az jó, de helyette tudnék venni két ilyet. Nem, veszünk egy ilyet. És rakétából, meg benzinből feltöltekedünk. Te állj be a fegyverhelyre, és akkor ott lesz plusz egy energia. És akkor majd lehet egyet leveszik innen, és akkor a Pegasusunk előképes. És akkor csak egyetlen egy energyre lesz szükség, hogy működjön minden, amit régen. Olyaj! E3 elmerodjant az űrhajón! Mindenki menjen harcolni! Tényleg új remeket kell kitalálnom. De Zoltán nevű szelep kellene nekünk, hogy stílszerű legyen. Ki az, aki nagyon szeret harcolni, a Fekete Laci, a Pákó tesója. És te ki legyél? Mit tudom, Ihos Jóri. Mert a holnap történt stávjából válogatok. Gyerünk, Cinci, ne hagyd magad. Téged nagyban segított a világ legerősebb és egyben legkövérebb emberek. Te húzz el. Segíts, Pataki Attila nem foglalkozik az a különösebben, itt harci események folynak, de most már felkészül arra, hogy asszisztáljon. Anetka ugyanis gyönge nő, és nem harcolhat egymagában a végtelenségig. Diadal, nagyszerű. Akkor mindenki húzás, gyógyulni. Nagyszerű. Akkor akit még itt lehet, azt ugye küldjük vissza a helyére. Te jó vagy nekem ott a medvében. Az egész középen van, tehát bárki ezt tudsz menni asszisztálni. Még egyelőre akkor az arc te vissza van. Igen, így akarok. Igen. Így. És akkor hamarosan majd a motor kap egy kisebb javítást, és akkor happy emberek leszünk. Fább javítást tart azt éppen, hogy extra energia. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy várunk a Pegasusra. Hogy már párjuk a lézerre. Ó, nyátok pics! Ezt komolyan kellett? Oké, Pataki Attilát nem értem el, mert kell, hogy vigyázzon a pajzsra. Nincs elég energia, ne szórakozz, miért nincs elég energia? Vagy nincs elég energia. Jaj, mert őt elvittem a zöld embert. Jó, nem kell oxigén. Téged vitte, hogy hozzalak, téged be kell, hogy vigyelek. Nem alakulnak jól a dolgok itt a hadi szintéren. Mert nincsen energia izése a orvosi szobán. Jó, hogy te kezeled a fegyvereket, annak a szükség van rád itt, te megmész az űrhajót vezetni. Tincike még jó harcolni. Ez nagyszerű a fogalak úr. Na a Pegasus agyon vágta a pajzsukat. Ha nem is agyon vágta, de egyegítette. Ez meg a fegyvereket. Megegyezünk velük? 20 az nem sok már.
De van elég szarom. Megegyezünk. Pont elég egy energia izére. Fegyvereket le. Oxigén, orvosi szoba, motor fel, és akkor van sorszunk arra, hogy megúszunk ezt itt. Mindenki, akinek baj a pályán, a káosza van, húzzon az orvosi szobába. És gyújuljon meg. Tünci, te menj vissza a helyedre. Ati, menj vissza a helyedre. Józsi, menj vissza a helyedre. És Laci, te már a helyedre megy. Ja, Józsi, gyógyulj meg. Ihos Józsi az energia. Ja, baszak, ha energiát választok, hogy Gyurcsók. Jó, oké, bocsánat. Nem jöttem rá, hogy ez a neved, haver. Gyurcsók. Bárhova beállítod, adja az energiát. Oké, ugrás el messzire. És mindig nem tudom megvenni, mert veszélyhelyzetben nem lehet vásárolni, és ez is veszélyhelyzet, és ez az űrhajó szar, amivel harcolni kell. Nem szeretek ezzel az űrhajóval harcolni. Azt ott játsszuk, hogy le az energiát, nem kell egyelőre oxigén. Egy darabig most úgyse tudnak ránk lőni, hála láthatatlan átelő köpenyünknek. És megint ugyanaz, mint a múltkor, megvárjuk, hogy a Pegasus feltöltődjön, akkor rájuk lövünk a fegyvereikre, akár a pajzsukra. Amikor az lement, nehogy már az egyik melléről jön, de mellélőd, és akkor jönnek a fegyvereket. Á, a lángokban az orvosi szoba. Na te mennyi asszisztál. Minden lángokban, nagyszerű. Oké, probléma esetre forog fel. A Pegasus se tudjuk fenntartani, mert ég a fegyvertere. Ez kurva jó, minden lángokban. Mit csináljunk? Ugye gyűjtsek ki az oxigén? Azaz. Ennyi tűzet nem vállalok, hogy eloltok. Oké, akkor mindenki evakuálja azt a részt, mi is levegőtlenítjük. Ugyanez igaz erre a részre is. Ami kellemetlen, mert így akkor senki, sehol nem lesz ember, és ugye az autópilóta az ugye aztán nem tökéletes ilyenktől. A fegyvereket nagyon sürgősen javítsátok meg. Nagyon sürgősen mondom. Na, kis láthatatlanság. Halleluja! Van valami esély? Náluk is ég valami, a pajzsuk felrobban. Oké, akkor tudjátok, hogy kell most megjavítani a rohadt oxigén helyet. Te meg jössz ide. Tűci, te is jössz, szükség van rád. Oké, tüzeket eloltottuk, ajtókat becsukjuk, hogy az értékes levegőből több már ne szálljon, a 27% maradt. És ők itt betegednek az orvosi izé helyen. Oké, megjavítva. Takarodj vissza az orvosiba. Nehogy itt meghaj nekem. Oké, élünk, virulunk. Hát, virulni nem is virulunk, de legalább élünk. Vége a izének. Szép időnek. Amikor nincsen izé. Nem csak volt a szeretlen erőknek. Ahol láthatatlanok vagyunk. Neked vissza kell menned ide, mert ha itt nincsen pilóták, akkor sansztalan, hogy elkerüljük a ránk lőnek. Anetka, te jó vagy fegyverekben, menj oda. Te meg nagy sebességgel rohanj az orvosiba. Pataki Attila gyógyulgasson, Pákó javítsa meg a motort. És te meg segítesz Pákónak motort javítani. De ahogy már lekapcsoltam a lézert, nem mondod, hogy én hia voltam. De igen, ilyen hia voltam. Ezzel fogja vinni a pajzsot, és akkor áll, áll, áll. Továbbra is várnunk kell. Oké, és most lőjünk agyon mindent, rohadékok. Nem! Megpusztultok, megérdemlitek. Úristen, ezek itt meghalnak. Úristen, nincs oxigénünk! Édes Istenem, itt fogunk megdögleni mind a hányat. Jó. Akinek ott van és van életereje, az nagyon sürgősen húzzon oda és javítsa meg. Ti pedig nagyon sürgősen rohanjatok az orvosiba, ha még tudtok menni. Valószínűleg nem juttok el odaérve. Tehát vegyünk búcsút Fekete Lacitól és Pákótól. Közben valakinek ezt a tüzet is el kell oltania. Anetka, te is te segíts azt megjavítani. Oké, örülök. Ne írogass.
Nem érek rá. Övítsd meg az oxigén, 10%-on van. Hol a másik ember, akit oda akartam? Te mi a faszt ácsorogsz ott, mennyire jatkozani? Ne most. Szeretnék nem megdögleni. 9%-on az oxigén. Miért nincs az orvosi szobán semmi? Hát ha láthatatlanság segít a nap izéi ellen, de kétlem. Anetka, te is húzz az orvoshoz. Ezeket a tüzeket... Hagyjál már! Nénikér! Kicsit el vagyok fogalva, nem tűnt fel? Próbálok emberéleteket megmenteni a rohadt életben, de olyan egyszerű, mint amennyire hiszem! De kénytelen vagy! És az erőszakos gamer társaim vannak. Oké, ti gyógyuljatok meg! És nagyon sürgősen javítsátok meg azt ott nekem! Oké, az nem zavar, hogy az ég, azt eloltjuk. Ne írogasson már nekem mindenki! Próbáljunk nem meghalni! Van levegő! És gyurcsók lehet, hogy ott meg fog halni. Nincs idő visszaküldni az orvosiba. Ha van elég levegő abban a szobában, hogy ne csökkenjen az életerő, túlja, nincs meghal. Gyurcsók meghal. 3% az oxigén. Miért mennyit szalnak a kurva ajtók azért? És nincs energia az oxigén. Én balfasz állat. Talán ezért döglött meg szegény. Nem figyelek. Abban lehet, hogy még más is megdöglik most az ostrogasága miatt. Jaj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 
nagyon sűrűsen. Fű. Hát, egy ember meghalt. Az abban még mindig nem tudunk innen elmenni a picsába. Ne írogass! Ne gyulladj ki! Szóval még mindig nem tudunk elmenni, mert meg kell, hogy gyógyuljanak. Nem vagyok hajlandó újabb harci helyzetet vállalni, úgyhogy ezek a szerencsétlenek nincsenek készen. Te mész pajzshoz, Anettka menj a fegyverekhez, ahová való vagy. Ti oltjátok a tizet, Tüncike mindjárt megy vissza a parancsnoki álláshoz. Igen, most. Pákó megy a motorhoz. Hölgyek, urak! Élünk! És most hullan egy sebességgel elhúzunk innen a francba, ezt garantálhatom. Remélem van biztonságos helyre, ahol tudok venni energiát, és akkor működhet több fegyver egyszerre. Lószart!